Hallok egy Barna és ebben a videóban egy pár szót szeretnék szólni az új Gutenberg funkciókról, egy picit a WordPress 6.1-es előrejelzéséről is, és hogy egy kis GenetPress-t is belekeverünk azért biztonság kedvéért. Szóval ez inkább egy ilyen rövid kis info videó lesz, érdemes mindenképpen megnézni, hogy melyik irányba haladunk, és hogy milyen lesz az idei karácsonyunk a WordPress világába. Úgyhogy egy gyors intro, és már is kezdhetünk bele a hírekbe. Szóval, uh, igen, ez egy picit kevertebb lesz, mert lesz szó a WordPress 6.1-ről, lesz szó Gutenbergről, lesz szó Generate Pressnek az új alfa verziójáról, legalábbis amikor ez a videó készült, akkor már alfa verzióban tesztelhető dolgokról, és kapunk egy nagyon jó rálátást, hogy melyik irányba haladunk, de hamarosan majd fogok csinálni egy méretes, összefoglaló videót a WordPress 6.1-esről is, tehát az egy külön dedikált videót fog kapni, remélhetőleg egy héten belül. Most két nap három szünet lesz itt, hogy azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Viszont ö, addig is, menjünk is át a képernyő megosztásomra, és szeretném megmutatni, vagy elbeszélgetni arról, hogy nagyjából miről is volna szó a mai napra. WordPress 6.1-es, ugye általában... Ö, karácsony környékén szoktuk megkapni, hogy a létező legnagyobb magasabb legyen a stressz szint, hogy miért pont karácsony előtt kell ilyenekkel foglalkozni. Most ezt egy fokkal lazítottabb lesz a helyzet, és az új dátum már nem október vége lesz, hanem uh, november 1-e lesz az új WordPress 6.1-esnek, a tervezett indítási napja. Ez nem azt jelenti, hogy ez Kőbe van vésve, de ö, valószínűleg november 1 lesz, mert ez már a második dátum, amit megbeszéltek. Na most ezzel kapcsolatban, ugye túlzottan sok info itt ebben a posztban jelenleg nincs, ez ugye a wordpress.org-nak a saját ö, info oldala. Viszont annyit tudunk már, hogy november 1. Na most mit kell tudni, ugye abban az esetben, ha esetleg még újdonság lenne a WordPress világa, esetleg még nem tudod a lényeget. Amikor én itt most beszélni fogok Gutenberg frissítések, ez nem úgy működik, mint az Elementor, Divi, meg az összes többi másik Buildernél. Tehát itt ugye látunk részleteket, és majd amikor egy nagy WordPress frissítés érkezik, akkor ezt a sok-sok funkciót mind stabil állapotban bele fogják gyömöszölni az új WordPress verzióba. Na most, hogyha te egy bátor léleknek tartod magad, akkor természetesen a Gutenberget, mint plugin vagy bővítményt, te nyugodtan telepítheted, és ezek a funkciók már elérhetőek most számodra, de semmi sem garantált. Itt nagyon-nagyon fontos ezt hozzátenni, hogy viszont semmi sem garantált. Ugyanakkor a WordPress 6.1-re, mind amiről például most is a videóban is szó lesz, vagy amivel a korábbi Gutenberg videókban szó volt, azok is mind-mind bele fognak keveredni a nagy WordPress verzióba. Úgyhogy ezt mindenképpen el akartam mondani, mielőtt belekezdünk az apróságokba. Na most nézzük, hogy pontosan milyen irányba is haladunk. Egyrészt, ami szerintem nagyon-nagyon jó dolog, ez az, az, hogy egy UI UX frissítésen dolgoznak, vagy legalábbis meg volt ugye az első felvetés, hogy ez egy tök jó dolog lenne, és maga a közösségi visszajelzés egyébként szerintem nagyon pozitív, én úgy gondolom, hogy ha ezt megcsinálják, nagyon-nagyon jó lesz, mert nézzük is, hogy miről is van szó. Amikor ugye legelőször használod a WordPress weblapodat, akkor ugye kapunk egy onboarding képet, mint ahogy azt most is látod ugye a képen jön, tehát egy ilyen butított onboarding fog minket várni, de ez nem ad túl sok funkcionalitást, ez csak az, hogy információ. Na most a veteránoknak ez, ez annyi, mint halottnak a csókdobnak, egy X-et és ennyi volt. Ugyanakkor az új felvetés amúgy kimondottan hasznos lenne, az pedig egy újfajta onboarding procedúra lenne, ahol nem csak információt kapsz, hanem eleve beállításokat is eszközölhetünk rögtön az elején egyszer, és ezen haladhatunk lefelé. Na most ahogyan haladunk tovább, itt kapunk szerencsére egy videót, úgyhogy ezt kiteszem teljes képernyőre, és talán most eltűntem, nem tudom, nem látom, mert a második monitorom meghalt pont jókor. A lényeg, hogy nézzük akkor a kis bemutató videót, ez egy 12 másodperces kis videó, mint láthatod, be tudjuk állítani, hogy például a toolbar hol jelenjen meg, és anélkül, hogy átkattintan el, ugye ezt kapunk egy kis animációt azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretnénk. Na most itt ebben a példában, ugye csak egy variáció volt bemutatva, de hogyha haladunk tovább, most nem is tüntetem el magam, mert közöm nincs, hogy hol vagyok, akkor láthatod, hogy fanatosan maga a szerkesztőnek a te számodra kezelhető formátumára próbálnák beállítani. És ezeket szépen az elején meg tudod nézni. Megint csak ha veterán vagy, úgy is tudod, hogy ezek hol vannak, viszont mennyivel egyszerűbb, hogyha ezt rögtön az elején egyszer kell csak megcsinálnod, és hogyha kezdő vagy, akkor meg végképp mennyivel egyszerűbb, hogy ahelyett, hogy én tutorial videókat csinálok arról, hogy hol találsz és hol tudod kikapcsolni a fúsz, full screen editinget, mert ugye van is egy külön egy perces videóm, hogy hogy tudod kikapcsolni a teljes képernyős módot, sőt a WordPress alapozóban is benne van, ha már itt tartunk ehelyett rögtön az elején be tudsz állítani sok mindent, és ezt később ugye ki tudják bővíteni. Menjünk is tovább a következő videóra, tehát itt is ugye az accessibility dolgokkal kapcsolatban, hogy neked ikonok szeretnél, vagy feliratokat szeretnél, vagy hogy maga a stilisztikára ugye alaphangú, vagy pedig az alap legyen. Na most bocsánat, tehát a sablon által meghatározott legyen, vagy az alap semleges úgy, ahogy van. És hogyha megyünk tovább, akkor még ugye láthatunk egy kis ráadást és befejezést. bocsánat, itt már igazán csak a végeredmény volt. A lényeg, hogy ez egy szerint, szerint véleményem szerint baromira jó dolog lenne. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én egy az egybe drukkolok, hogy ezt megcsinálják, mert valószínűleg nagyon pozitív lenne a visszajelzés után, főleg a kezdők számára. Ugyanakkor, időközben, ugye szeptember 1 megjelent a, az augusztus 31-én megjelent Gutenberg 14.0, és ez az, amit említettem neked, hogy ugye Gutenberg, mint bővítményt, ha akarod, már ezeket az újdonságokat mind kipróbálhatod és használhatod, ha pedig nem, akkor majd ugye a 6.1-ben lesz egy cut-off time, ahol minden addigi fejlesztést bele fognak préselni a véglegesbe, tehát itt most még haladunk azért jó néhány verziót, azért még van itt jó két hónapunk, ami itt hatalmas dolog, tehát két hónapunk van, és majd itt mindjárt láthatod, hogy milyen kis finomságok lesznek. Tehát még rengeteg fejlesztés van. És ha már itt tartunk, akkor egy kis reklámnak itt a helye. Úgy gondolod, hogy bármilyen formában én hasznos videókat készítek, akkor egy hatalmas kérés mindenképpen iratkozz fel, ha még nem vagy feliratkozva. Főleg nézd meg, hogy fel vagy iratkozva. Ha már fel voltál iratkozva, mert YouTube mostanában nagyon durván egyébként elkezdett eltüntetni feliratkozókat, és többen rámírtak, hogy nem látják a videóimat. Mint kiderült, YouTube van, hogy néha elvesz éjszaka folyamán feliratkozókat, tehát vannak ilyenek, hogy éjszakánként 5-10-eket levon igazándiból. Úgyhogy mindenképpen ellenőrzt, hogy fel vagy iratkozva, és iratkozz fel, hogyha még esetleg nem lennél. Egy tetsziket dobja videóra, de haladjunk is tovább, hogy azt a tetsziket kiérdemeljem annak megfelelő módon, úgyhogy haladjunk is. Tovább. Szóval, Gutenberg és hogy szerintem miért lesz az a karácsony kimondottan izgalmas. Nos, az első számú probléma Gutenbergel, ugye eddig az volt, hogy um, hát legyünk őszinték, stilisztikailag fostalicska volt. Um, nem volt egy konstans szerkesztési élmény a különböző blokkok között, valahol volt stilisztika, valahol nem volt, vagy valahol volt tipográfia, másik helyen nem volt tipográfia. Itt lehetett a border beállításokat csinálni, ott meg nem lehetett csinálni, tehát egy ilyen kacsfasz volt az egész igazándiból. És most ennek egy nagyon jó jelét látjuk már eddig is, hogy nagyon sok bloghoz folyamatosan elkezdték hozzáadni a különböző szerkesztési opciókat, viszont most eljött az igazán jó frissítés. Úgyhogy nézzük is a dolgokat, ugye a Table of content hogyha megnézzük, akkor azért lesz itt majd egy-kettő érdekesség, viszont az a durva, hogy azt, amit az előbb mondtam, még csak nem is ide írták le, hanem majd alatta a listában lesz. Az első a listánkon igazándiból az a némileg feltuningolt lista blokk lenne. Itt igazándiból a videó az vagy működni fog, vagy nem, ezzel sajnos nem nagyon tudok mit kezdeni még mindig. Ez pedig annyi történt, hogy a galéria és az idézet blokk után itt is egy picikét megpróbáltak a UX részével foglalkozni. És ugye eddig probléma volt az, hogyha a lista blokkkal dolgozol, akkor egyértelműen, hogyha mondjuk át akartad rendezni a különböző elemeket, az nem nagyon lehetett igazániból eddig rendesen, viszont mostantól a belső blokkok címszó alatt már a belső elemeket is külön blokként tudjuk kezelni, tehát amikor végigmennénk ugye a hierarchián, akkor szépen ugyanúgy, mint a többi blokkkal, ahogyan szoktuk ugye a hierarchiát felépíteni, itt is a belső elemeket össze-vissza kellene, hogy tudjuk mozgatni, és külön-külön blokként fogja kezelni az al blok elemeket. Tehát itt is például ezt a belső kettőt képes önök átmozgatni, ugyanúgy, mintha a hétköznapi menü elemek lennének. Folytatásképpen a következő az igazániból ez az add excel gap controls of styles Itt stilisztikai, távolsági, vagy ugye a köztes rés meghatározásáról van szó. Most a videó még mindig nem működik jól, úgyhogy csak itt az Egerem környékén megpróbálok egy picikét ránagyítani. És hogyha megnézed, ha egy vissza, akkor itt a dimenzió kontrollnál, vagy ugye a, a különböző spacing, tehát a, a, rés távolság beállításoknál kapunk egy um, kicsit többet. Talán, talán működik a videó, megpróbálom megmutatni. Tehát ahogyan állítgatjuk, most már van lehetőségünk például esetünkben itt ezek a gombok között beállítani a távolságot, mind horizontálisan, mind vertikálisan, hogy kb. mekkora uh, térköz, ezt a szót kerestem, mekkora térköz legyen közöttük. Most menjünk vissza a normál méretre. Egy másodperc. A következő, ami fontos, ez ugye a Pseudo Element Support on Battle element, Na most itt, amiről ugye szó van, és azt írja is itt köszönhetően, köszönjük szépen. A linkek volt ugye az első blokk, ahol bevezették magát a lehetőségét, hogy kontrollálni lehessen a Theme.jsonon keresztül. Ez most a fejlesztőknek szól elsősorban, ahol kontrollálni lehet a különböző linkeknek az a státuszát, ugye, hogy a fölé húzott, az aktív, vagy ugye a fókusz, itt most ugye két státusz látunk, tehát ugye mint az alapállapotban, vagy amikor az egeret fölé húztuk volna. Tehát, hogy ezeknek a, az, a megjelenését képesek legyünk kontrollálni. Na most ezt akkor uh, hozzáadták a gombok elemhez is, tehát a jövőben ezt is képesek leszünk kontrollálni. Na most itt az utolsó rész, ez megint csak uh, a fejlesztőknek szól, tehát ezt kihagyom ebben az esetben, elnézést kérem. Viszont itt jön az a rész, amit említettem hogy már egy fokkal fontosabb. Maga az enhancement, tehát hogy a, a, különböző frissítések, ezeken is megnézhetnénk egyébként több mindent, de ez még mindig egy picikét nem a laikusoknak szól, ami a laikusoknak szól, az itt kezdődik a design elemekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha megnézed, ez az a Typography Support, ha esetleg az angol nem megy, akkor a tipográfiai beállításoknak a hozzáadása ezekhez a blokkokhoz. Na most ez egy nagyon szép lista, a spacing, tehát ugye a térköz uh, support vagy támogatása, amit az előbb ugye néztünk egy videóformájában is, akkor klasszikus időben, hogy a hétköznap, tehát a bekezdés, a fejléc, a lista, a média és szöveg, különböző full site editing blokkok, Table of Contents, ez majd a WordPress 6.1-es videóban, ha jól emlékszem, ott egy izgalmas lesz, mert ezt is ugye rengeteget fejlesztették az utóbbi időben. Maga a táblázatban is azért, és itt tovább. Na, na most a további beállítási lehetőségek például, a galéria blokknál, tehát például a háttér színének beállítása és itt állhatom. Vannak dolgok, amik egyértelműen hangzanak, de egészen eddig ezek valamilyen oknál fogva nem kerültek így egy nagy zsákkal bele Gutenbergbe. Na most, hogyha az angol megy, akkor ezt mindenképpen érdemes végigolvasni, mert hogyha megnézed, akkor egy nagyon hosszú listát kapunk arról, hogy mennyi minden változott, és ez Gutenberg 14.0, ugye augusztus 31, ami azt jelenti, hogy még van két hónapunk Két hónap nem okvetlen van, menjünk vissza ide egy picikét. A BT1 Feature Freeze, ugye itt kellene, hogy megálljon a dolog, a szeptember 20-a, tehát nem, még három hetünk van nagyjából a cut-off időszakig, de szokott olyan lenni, hogy néha még egy picikét hozzá tesznek egyébként a korábbi uh, megbeszéltekhez képest. De szeptember 20-áig, hogyha még addig bármi Gutenberg frissítés jön, azok mind még be fognak kerülni. Ugye ezért fontosak ezek a listák, tehát van esélyünk arra, hogy a WordPress 6.1-be betartsák azt, amit ígértek számunkra, az pedig nem más, mint hogy az idei év arról szól, hogy a full site editing, tehát ugye a teljes weblap építés. Egyébként ennek is keresnek valami új nevet, úgyhogy izgalmas lesz a 2023-as év is. Um, ennek az élménye, felhasználó barátsága, használhatósága, ezek szinteket növekedjenek, és képesek legyünk valóban 2023-tól már gutenberg teljes weblapokat építeni. És ilyenkor jön akkor az extra frissítés, amiről akartam beszélni, az pedig nem más, mint a Generate Blocks. Annak is ugye az alfa verziói, de nem csak a sima blocksnak, hanem ugye a Pro verziójának is. Na most itt meg kell, hogy álljak egy másodpercre, már csak azért is, mert hogy miért is beszélek ugye mindig Genetpress, Box és egyéb ilyen eszközökről. Na most nagyon-nagyon fontos, hogy amikor én elkezdtem ugye wordpress foglalkozni, akkor a vizuális lapépítés, mint funkció az nettó fele, felejtős volt, Tehát nem, nem létezett ennyi és az évek alatt ez rengeteg fejlődésen ment keresztül, addig a pontig, ahol most meg már szinte mindenki alapnak tekinti a vizuális lapépítést. Egyébként ez egy nagyon veszélyes dolog, mert hogyha hozzászokunk, hogy egy-egy eszköz miatt vagyunk képesek lapot építeni, akkor nagyon könnyen el lehet lustulni. De vissza a témára, amiről még elkezdek rizsázni. Generate Press már a vizuális lapépítők előtt egy nagy sablon volt, egy közkedvelt sablon volt, a kód tisztasága miatt, a sebessége miatt, a folytonos, megfelelően célorientált fejlesztések miatt. Tehát én amikor azt mondom, hogy Generate Press jó bármire, az azért van, mert mind a fejlesztőknek, mind a lapépítőknek, vizuális lapépítőknek egyaránt egy jó alap és messze-messze sok órát meg tud spórolni, nem kell a foglalkozni. Ugyanakkor. Évek múlva a sablonok egy teljesen másik kategóriába fognak tartozni, mert lehet, hogy teljesen feleslegesé fognak válni, viszont maga a mentalitás, ami Generate Press mögött van, azt ők átvitték, ugye Thomas Bornék, átvitték a Generate Blocks nevezető bővítménybe, ami mindössze pár blokkot tartalmaz, tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy svájci bicska próbál lenni, nem akarja újra feltalálni azokat a blokkokat, amik már léteznek, csak azt a pár blokkot, ami kritikus a weblap szerkesztéshez, Isten igazándiból, és azokhoz minden lehetőséget megadni. Egy egészen eddig hiányzott, és ez pedig az, hogy a beépített dinamikus opciók és az egyebek az egyedi tartalmakra is megfelelően alkalmazhatóak legyenek. Úgyhogy éppen ezért, hogyha át is váltok ugye a képernyő megosztásomba, akkor látni fogjuk, hogy az első és fontos dolog, az ugye az Add Support for Full Site Editing Styling, tehát Generate Blocks, ugye karöltve a Generate Press sablonnal jelenlegi formájában, és mert ez még évekig fog tartani, tehát ez, ez nem megy sehova, hogy megbízható alap lesz. Um, gőzerővel dolgozik azon, hogy egy nagyon jó társad legyen a WordPress gutenberg való szerkesztés világában, és továbbra is egy mindenféle külsős eszköztől független társad legyen. Tehát mint fejlesztő is használhatod, mert igen, valamikor ugye Gutenberg lesz használva, mert mondjuk Gutenberget használunk a bejegyzések építésénél is, tehát vannak a dolgok, ahova nem fog kelleni egyedi fejlesztés, mondjuk egy adatvédelmi tájékoztató oldalhoz. És ebben az esetben a globális stilizálás, a full site editornak az integrálása, a különböző elrendezések, vagy bocsánat, különböző megoldások között, ez kimondottan fontos. Na most, hogyha megnézzük a továbbiakat, akkor igazándiból még látunk egy érdekes kulcs szót. ez pedig ugye az ACF, vagy az Advanced Custom Fields. Na most azok, akik már használják, azok pontosan tudják, hogy ez milyen kis huncutságokat rejtene. Ha esetleg nem ismernéd, az ACF, vagy Advanced Custom Fields, az egy olyan kiegészítő, egy olyan bővítmény, amivel képes vagy egyedi bejegyzés típusokat létrehozni. Tehát, hogyha mondjuk szeretnél mondjuk egy real oldalt csinálni, akkor nagyon nagy valószínűség lesz, hogy ACF-el létrehozod a hozzá szükséges hogy a bejegyzés típust, mint ingatlan, vagy akármicsoda, és a különböző mezőket és mezőtípusokat ACF-el fogod tudni megadni, létrehozni, hozzárendelni, játszadozni velük, de ennek a stilizálása, tehát az, hogy hogyan nézzen ki a frontenden, ahhoz ugye vizuális lapépítőt tudunk használni, mint például Elementor, vagy Elementor Pro-ját is, de mi van akkor, hogyha nem akarsz függeni mondjuk Elementor, Divi és az összes többi ilyen lapépítőtől, hanem mondjuk csak Gutenberg szeretnél használni, akkor igazándiból itt a Pro verzióra, hogyha átugrunk, akkor láthatod, hogy itt már miről is van szó. Tehát ugye az ACF integrálása a dinamikus tartalom opciók közé, és itt ugye a basic, a content choice, relation jQuery mezőknek az integrálása vagy legalábbis a supportja Generate Blocks lehetőségeknél. Tehát amikor egy cím blokkot használunk, nem csak stízálni tudod, nem csak a belső alap dolgokat tudod, hanem mondjuk ingatlan neve, beállítod erre a dinamikus tartalomra és az adott bejegyzésnél, amikor adatokat ugye megadsz hozzá, akkor ez gyönyörű szépen meg fogja jeleníteni és ezért fontos a Full Site Editor és a Generate Press, Generate Blocks kombónak a szoros kéz a kézbe működése. Na most nem ez az egyetlen egy sablon és blokk plugin vagy bővítmény, ami ezt csinálja, tehát a piac egyre inkább telített lesz majd hasonló megoldásokkal, és a kezdőknek egyre nehezebb dolga ismételten majd kitalálni, hogy melyik az az eszköz, ami valóban hosszú évekre jó lesz. Úgyhogy gatyamadzogat felkötni, nagyon sok ilyen érdekesség lesz, ahogy a full site editing és Gutenberg halad előrefelé. Szerintem a mai napra ennyi volt, vagy legalábbis ebbe a videóba, ha esetleg még nézel másik videókat, akkor, akkor ennyi volt. Remélem valamilyen formában tudtam értéket képezni, hasznos volt, megérdemlem azt a tetsziket, megérdemlem azt a feliratkozást, és megérdemlem, hogy megnéz még egy videómat, és további szép napot neked. Remélem találkozunk a következőben is. Szia!